Szevasztok srácok, ez itt újra a heti LEGO hírek. Na jó, srácok, nézzük, mi történt az elmúlt héten. Először is kezdjük a rossz hírekkel, mégpedig az, hogy ugye, amit már említettem nektek, hogy érkezni fog nagy valószínűséggel az új gyűjthető minifigura sorozat, mégpedig ugye DC témában, az meg is fog valósulni. Viszont az ára is emelkedni fog. Ugye eddig 1400-500 forintos áron lehetett őket megvásárolni, nagy valószínűséggel ezzel a készlettel ez meg fog változni, mivel de a híresztelések szerint az amerikai ára meg fog emelkedni minimum 1 dollárral, ami ugye eddig 4 dollárba került, most már 5-be fog kerülni, úgyhogy ez nagy valószínűséggel befolyásolni fogja a hazai árakat is. Abban még nem vagyok biztos, hogy pontosan mennyire lesz az ára, de arra készüljetek fel, hogy drágább lesz, mint általában. Aztán a következő egy kicsit vidámabb téma, mégpedig az, hogy ugye múlt hét péntektől vasárnapig volt ugye a Triple Force Friday nevezetű LEGO akció, aminek keretein belül ugye bemutatták az újabb LEGO készleteket, és egy csomó akció volt a LEGO házatáján. Gondolom, ezt ti is lecsekkoltátok, és azon belül volt egy ilyen kis építető akció, mégpedig Luke Skywalkernek lehetett megépíteni a kis életútját ilyen kis microscale-ben, és hogyha esetleg összeszeretnétek ti is építeni ezt a kis készletet, akkor megtalálhatjátok a LEGO oldalán az összerakási útmutatóját és az, hogy milyen darabszámú LEGO kellenek benne. Úgyhogy ha meg szeretnétek ti is építeni, akkor könnyen megtehetitek, csak követnitek kell ezt a kis útmutatót. Ami szerintem nem a legkidolgozottabb a Star Wars téma ever, de hogyha meg szeretnétek építeni ezt a kis microscale-t, akkor itt a lehetőség. Aztán a következő egy érdekes hír, mégpedig ez még múlt hét csütörtökön érkezett meg, hát milyen meglepő, általában mindig csütörtökön érkeznek azok a hírek, amik fontosak lennének, na mindegy, szóval múlt hét csütörtökön megérkezett az a hír, hogy egy új Speed Champions készlet fog érkezni 2020 januárjában, mégpedig Jaguar témában. Ha képben vagytok az elektromos autózással, akkor ez számotokra már nem lehet újdonság, mert egy Formula E kis autó lesz benne, és egy Jaguar iSpace E-Trophy nevezetű versenyautó, amit január 1-től nagy valószínűséggel már meg is lehet vásárolni, szerintem az a szokásos Speed Champions áron lesz majd elérhető. Szerintem ez a két kis autó nagyon jól néz ki, mert ez a kék szín annyira egyedivé teszi, hogy szerintem mindenféleképpen én vevő leszek rám, mert tényleg nagyon jól néznek ki. És mivel kis autók, ezek nyilván engem is érdekelnek. Aztán, ha a LEGO hivatalos oldalára fölmentek, akkor láthatjátok, hogy milyen promóciók vannak még most is folyamatban. Van egy ingyenes Olaf utazószárnya kis készlet, minden 16.340 forint vásárlása felett ajándékba kapjátok ezt a kis készletet, mármint minden 16.340 forint, amit Frozen 2-es készletekre költötök, vagy jégvarázs. Ezen kívül még 2 óra promóció él az oldalon, mégpedig dupla VIP pontot kaphattok az új asszárnyú vadászgépre, és a második pedig a droid parancsnok készlet, amire még ugyanúgy mindig dupla VIP pontot kaphattok. Aztán történtek nagyobb változások a csatorna életében is, ugye mindenek előtt elértük az 1000-es támogatottságot, amit még egyszer nagyon köszönök, srácok. A második pedig azt ugye, hogy meg kellett változtatni a csatorna nevét, de szerintem ez annyira nem fogja befolyásolni a csatorna életét, mivel semmi nem fog változni. Esetleg annyi változást láttatok, hogy megváltozott a csatorna intro, megváltozott az outro, megpróbálok egy kicsit egységesíteni a megjelenést a thumbnail-eknél, úgyhogy szerintem ez egy kicsit minőségi változás volt, legalábbis én próbálok minél több minőségi tartalmat szállítani felétek. Az első ilyen videó, ami megjelent az új csatorna név alatt, ez a 10269-es Harley Davidson, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok az ilyen típusú Creator Expert készletre, akkor mindenféleképpen nézzétek meg, mert szerintem érdemes megnézni. És ugye ne feledjétek, következő alkalommal találkozhatunk még vasárnap a 300 alatban, ami nem is biztos, hogy most 300 alatt lesz, hanem lehet, hogy egy unboxing, mert megint van már egy pár doboz, amit ki szeretnék bontani, és nem akarom, hogy lemaradjatok róla. Úgyhogy szerintem a vasárnapi 300 alatt helyett most egy unboxing lesz, de szerintem azt is fogjátok élvezni, mert elég sok érdekes készlet érkezett mostanában. Úgyhogy srácok, addig is jók legyetek, találkozunk a következő alkalommal, ami vasárnap lesz, addig is jók legyetek, sziasztok! Yeah!